Jó estét kívánok a Szombathelyi Televízió nézőinek! Mai adásunkban egy balatoni kirándulásról láthatnak egy rövid összeállítást, amit a Szombathelyi Egyházmegyei Karitas szervezett a kárpátaljai gyerekeknek. Mik a legszükségesebb kozmetikumok, amit érdemes egy nyaralásra magunkkal vinni? Erről is beszélgetek vendégünkkel. Kutyavilág rovatunkban a toklász veszélyeire hívják fel a figyelmünket, és Varjú Gáborral, a Szombathelyi Állatkórház állatorvosával is láthatnak egy interjút. Tartsanak velünk! Ötven kárpátaljai gyerek és kísérőik vehettek részt a Szombathelyi Egyházmegyei Karitas meghívására egy balatoni kiránduláson. A nardai Karitász tábor nyitónapján még kicsit tartózkodóan figyelték a többi táborozót, a Kárpátaljáról érkezett fiatalok, de hamar beilleszkedtek a közösségbe, amelyben nekik az Ukrajnában február 24-én megszűnt iskolai jelenléti oktatás miatt nem volt részük. 50 gyermeket és kísérőiket látja vendégül a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász, egy balatoni kirándulásra is elmehettek. Vannak közöttük olyanok, akiknek a szülei vagy meghaltak, vagy az édesanyjuk egyedül neveli őket. Vannak olyanok is közöttük, akik már most a háborúban veszítették el a szüleiket. Van köztük olyan gyermek, akinek az édesapukája meghalt, a nagy testvérét, aki neveli, őt viszont elvitték katonának, és most is kint van a fronton. És igyekeztünk ilyen gyermekeket, a többségében ilyen gyermekek vannak itt, és szerettük volna nekik egy kis nyugalmat szerezni ebben a háborús helyzetben. A program a Sümegi Vár megtekintésével kezdődött, itt nem csak a várvédők történetével ismerkedhettek meg a gyerekek, hanem kipróbálhatták a fajátékokat és a legelésző csacsikat is megpróbálták megsimogatni, láthatták a kalodát is, amit egykor büntetésként használtak. Keszthelyen csoportkép készült a kirándulásról, majd az 1867-ben vízre bocsátott sétahajóra szálltak. A hajókázás utáni programot várták a legjobban a gyerekek, a balatoni fürdőzés közben megfeledkezhettek az otthoni problémákról. Az egyház községeink igyekeznek különböző programokkal otthon is kedveskedni a gyermekeknek, hisz az a cél, hogy a gyermekek számára azokat a borús hétköznapokat, amelyeket ők megtapasztalnak február 24-e óta, színesebbé tegyék az egyházközség vezetői, az áldozó papjaink. Az ottani Karitász vezetője szerint egyre nagyobb nyomás nehezedik az egyházra és a segítő szervezetekre a belső menekültek és a helyi lakosság ellátásában. Az árak sokkal magasabbak lettek, és várható, hogy egyre többen fognak rászorulni arra, hogy a Karitász segítsen nekik, így továbbra is nagy szükségünk van a tartós élelmiszereknek a beszerzésére. A Szombathelyi Egyházmegyei Karitász többször vitt már adományokat Kárpátaljára, a felajánlásokat továbbra is várják a Hollán Ernő utcai központba, hogy eljuttathassák a kinti rászorulók számára. Ellátogattunk az Intersportba, ahol fantasztikus akciókkal várják az odalátogatókat. Nyáron nem csak a vízparton töltik a szabadidejüket az emberek, hanem nagyon sokan elindulnak aktívan sportolni és úgy eltölteni a szabadidejüket. Nagyon sokan futnak ilyenkor is, annyi az egész, hogy általában nem a napközbeni időszakban, hanem kora reggeli vagy éppen a késő esti órákra tevődik át ez a sportolás. Ugyanakkor viszont a futás mellett nagy divatja van a túrázásnak is, tehát a kirándulásoknak is, amikor elindul a család, vagy akár a baráti társaságok különböző túránkra, akár itt a közeli hegyekben, Vas megyében, vagy éppen elindulnak Ausztria felé, és egy picit a hűvös erdei környezetben töltik a szabadidejüket. A kerékpár most már pár éve egy
egész évet felölelő sportág lett, ugye enyhék a telek, és ezért még akár télen is nagyon sokan elmennek bringázni, ugyanúgy, ahogy nyáron is, és őket is szeretettel várjuk, nagyon jó akcióink vannak, folyamatosan kedvezmények vannak a kerékpároknál, vannak mindig kiemelt modellek, most is egy SX Pro Cross kerékpár 179.990 forintért kapható. Jelenleg már elindult a nyári kiárusítás, ami egy picit így július közepén még, egy július elején még egy kicsit viccesen hangzik, de már ilyenkor azért nagyon sokan várják az akciós termékeket. Nekünk is jelenleg futó szórólapunk számos sporteszközzel és egyéb dolgokkal van megfűszerezve. A nyár szerelmeseinek nagyon nagy szápkínálatunk van, amit meg tudnak itt nézni az üzletben, ki tudják próbálni azt, hogy milyen egy ilyet cipelni mondjuk a parton. Vizet nem tudunk biztosítani hozzá, viszont élőben láthatják, hogy ezek milyenek ezek a deszkák. Valamint számos futóajánlatunk van, ami érinti akár a futócipőket, futóruhákat is. Megindult a leárazás a divat részen is, tehát akár a strand felszereléseknél, a strandruháknál, de ugyanakkor a divat ruháknál is nagyon jó kis akcióink vannak. Már javában tart a nyár, és nagyon sokan most indulnak nyaralni, azonban azt is megtudhatjuk most a vendégemtől, hogy mit érdemes magunkkal vinni kozmetikai szempontból. Vendégem Dudok Anett, a Magister Product üzletvezetője. Szia! Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást. Én is köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Mit érdemes elrakni abba a bizonyos bőröndbe? Mire figyeljünk oda? Én azt gondolom, hogy a neszeszerünknek az alapvető tartozéka kell, hogy legyen a fényvédő termékünk, amelynek a fontosságát nem lehet elégszer kihangsúlyozni. Én személy szerint a naturkozmetikumokért rajongó emberként mindig a fizikai fényvédő faktorú termékeket részesítem előnybe. A fizikai fényvédő faktor tartalmazó fényvédők tulajdonképpen abban különböznek a kémiai fényszűrős napozószerektől, hogy ezek olyan természetes fényvisszaverő anyagokat tartalmaznak, amelyek a hatásmechanizmusuk révén mintegy tükörszerűen visszaverik a napkáros sugarait, nem elnyelve azokat, illetve nem tartalmaznak olyan nanorészecskéket, melyek aztán a véráramunkba bekerülve esetleg olyan negatív hatásokkal rendelkeznek, mint például fényérzékenyítetnek, illetve allergiás reakciókat indukálhatnának. Ezektől attól függetlenül barnulni ugyanúgy lehet? Természetesen lehet barnulni, de ebben az esetben azért mindig el szoktam mondani, hogy a barnulást azt a 4 óra utáni időpontra tegyük, tehát 11 és 15 óra között tartsuk be a napozásnak az aranyszabályait, vonuljunk árnyékba, próbáljunk meg minden esetben a fényvédő mellett esetleg egy lenge pamutruházatot viselni, kalapot, napszemüveget, amely azért nagyban takarja az arcunkat is. Ilyenkor a fizikai fényvédőnél is figyelni kell a faktorszámot? Természetesen igen, a fizikai fényvédők esetében is külön faktorszámú termékekről beszélhetünk. A fizikai fényvédő tartalom egyébként, mint ahogyan a kémiai fényszűrők esetében is, mindig el kell mondani, hogy semmi sem biztosít 100%-os fényvédelmet. Minden esetben oda kell arra figyelni, hogy megfelelő rétegvastagságba applikáljuk fel az egyes termékeket, ezeket pedig 2 óránként ismételjük felvinni. Akkor, hogyha már bekentük magunkat napvédővel, akkor hát a hölgyeknél felmerül az a kérdés, hogy hát nyilván a strandon is jól szeretnének kinézni a hölgyek, viszont a smink az nem biztos, hogy annyira praktikus, hogy mondjuk beleég a bőrünkbe. Erre van valamilyen olyan megoldás, ami nem károsítja a bőrünket? Én azt gondolom, hogy 21. századi modern nőként szerencsére már nem kell kompromisszumot kötnünk ezen a területen sem. Amikor a napozás előtt fél órával felvittük a napozószert a testünkre, nyugodtan felvihetjük az arcunkra is. Manapság már vannak olyan csúcs technológiával készülő naturkozmetikumok, amelyek fizikai fényvédőt tartalmaznak, illetve olyan természetes pigmenteket, amelyek nem komedogálnak,
halogének, nem ülnek bele arcunkba, az apró kis barázdákba, illetve nem tömítik el a pólusokat. Ezek a fizikai fényszűrős termékek segítenek abban egyrészt, hogy a megfelelő fényvédő faktort kimaxolhassuk, illetve abban is segítenek, hogy később aztán az esetleg nem annyira kedvelt pigment foltok elmélyüljenek, esetleg a kis apró szeplők kijöjjenek. Úgyhogy ilyen esetben nyugodtan fel lehet vinni ezeket a fizikai fényszűrős, természetesen pigmentált termékeket, sőt, azt is szoktuk javasolni, hogyha egy természetes fényszűrős arc kozmetikumra, egy natur kozmetikumra, amit nappalra használunk, arra visszük fel, például egy ilyen CC krémet, korrektort, így biztosak lehetünk abban, hogy megfelelő réteg vastagságba kerül fel az adott fényszűrő, hiszen sokszor nagyot hibázunk abba, hogy csak egy nagyon kis vékony rétegbe visszük fel a terméket, és így természetesen nem biztosítható az adott fényszűrő hatás sem. Hány óránként kéne újra kenni, akár a bőrünket, arcunkat? Én azt gondolom, hogy 2 óránként, abban az esetben, hogyha intenzíven napon tartózkodunk, 2 óránként feltétlenül kenjük fel újra. Most természetesen egy irodai munka esetén ez azért annyira nem lenne kivitelezhető, illetve nem is szükséges. Ilyenkor esetleg egy szépítő, vizes, hialuronos, koffeines, vagy esetleg macsatás permetezést követően, amivel már egy nagyon jó kis hatóanyaggal látjuk el az arcbőrünket, utána nyugodtan fel lehet vinni egy fizikai fényszűrős CC krémet, amely nem csak esetenként a napkáros sugaraitól véd, hanem hialuronsav tartalma révén esetleg hidratálhatja is a bőrünket, feltöltheti az apró kis ráncokat, barázdákat, egy egyenletes, szép bőrképpel ajándékoz meg minket. Maradva a sminkvonalnál, amiről szerintem nagyon sokan elfeledkeznek, hogy a szánkra is kell tenni, ha jól tudom. Igen, természetesen fizikai fényszűrős termékeket ebben az esetben is preferálhatjuk. Nyáron előszeretettel javaslunk olyan konzisztenciájú termékek választását, melyek esetleg nem olvadnak meg a táskánkban, strandra is nyugodtan kivihetjük őket, egy árnyékosabb helyen nyugodtan túl fognak élni egy egész napos strandolást akár, illetve preferálnám azokat a szájfényeknek a használatát, melyek szintén naturális hatóanyagokból készülnek, esetleg egy zsíroldékony, alacsony molekula súlyú hialuronsavval egy természetes dús hatást és egy lágy fényt is elérhetünk. Fontosnak tartom kiemelni azt, hogy a szájfényeinknek a pigmentáltságát ne mesterséges kemikáliákkal érjük el, hanem vannak például olyan hatóanyagok, olyan színezőanyagok, ilyen például a retek kivonat, amelyet gyönyörű szép rózsaszínes árnyalatot érhetünk el, anélkül, hogy nem kell tartanunk attól, hogy esetleg az ajkunk nagyon érzékeny, vékony bőrébe a nap beleégeti ezeket a nem éppen kívánatos pigmenteket. Mi a helyzet a hajunkkal, hiszen a bőrünket is nagyon nagy mennyiségbe éri a nap, és a hajunk sincs ettől mentesülve. Arra kell valamilyen, nem is tudom, fényvédőt a hajra is tenni? Igen, vannak már napjainkban olyan extra, kimondottan nyári időszakra szánt termékek, melyek hajmosást, illetve hajbalzsamozást követően, akár növényi keratin tartalmuk, illetve zöldió tartalmuk, olasz gesztenye tartalmuk révén egy természetes fényszűrő faktorral őrzi meg esetenként a fénylő a hajnak a természetes fényét, a festett hajnak a ragyogását segít visszaállítani, illetve segít abba, hogy ne szárítsa ki a hajunkat esetleg a napfény, szél, negatív környezeti külső hatások se. Anett, és mi a helyzet a férfiakkal? Te mit tapasztalsz? Mennyire figyelnek oda ezekre a dolgokra? Én azt gondolom, hogy napjainkban pozitív elmozdulást tapasztalható e téren is. A férfiak arcápolási rutinjában is természetesen ugyanúgy a fizikai fényszűrős termékeknek a használata kimagasló jelentőséggel bír. Főleg akkor, hogyha az adott munkavégzés a kültérbe szólítja a férfiakat. Most azt szeretném minden esetben ilyenkor kiemelni, hogy fontos, hogy ne egy azon kozmetikumot használjunk testünk és arcunk ápolására. Férfiak is próbáljanak meg esetleg egy nagyon kis könnyelt, habos állagú, esetleg hialuronsabban, növényi karotinokkal gazdagított terméket használni. Ezt követően egy könnyed állagú, akár borotválkozás után hialuronsabban, glikoinnal gazdagított, aloe verával gazdagított termék felvihető az arcbőre. Ez nem fog ragacsos, felülkrémezett hatást biztosítani, de egy egész napos hidratálás biztosít,
Erre aztán nyáron nyugodtan felvihető a napozó kozmetikum, ami fizikai fényvédőt tartalmazzon, és próbáljuk meg ezt két óránként újra applikálni abba az esetben, hogyha tartósan napon tartózkodunk. Ez akár egy családi program is lehet a strandon tartózkodás során, úgyhogy ezt a család minden tagja számára kiemelt fontossággal kell, hogy bírjon. Akkor most beszéltünk a nőkről, a férfiakról, és hát a gyerekekről se szabad megfeledkezni, hiszen az ő bőrük extra érzékeny, ha minden igaz. Rájuk mi vonatkozik? Milyen faktorszámmal érdemes mindenképpen bekenni a csemetét? Gyermekek esetén is elsősorban kimagasló fontossággal bír, hogy a kemikáliákkal szemben a fizikai fényvédős termékeket preferáljuk. Ebben az esetben a gyermekek érzékeny bőre szintén inkább a rétegvastagságra helyezném a hangsúlyt, tehát megfelelő mennyiségbe vigyük fel az adott napozó kozmetikumot, ez a test esetén minimum egy evőkanálnyi mennyiséget jelentsen, az arc tekintetében pedig egy 5 forintos mennyiség az, illetve ilyen esetben szoktam kiemelni ezt a Tupinger szabályt, ami azt jelenti, hogyha két ujjunkra felvisszük a fényvédő tartalmú terméket, és ezt applikáljuk az arcunk, illetve a nyakunk bőrére, akkor ez gyönyörűen meg fog felelni minden fényvédővel szembeni kívánalomnak, megfelelő rétegvastagságba kerül fel az adott termék, biztosítható abban az édesanya, hogy a gyermeke megfelelő fényvédelemben részesül. Most ezért nagyon fontos az, hogy nagyon sokszor a gyártók ígérik, hogy az adott termék verejték, illetve vízálló. Most egy naturkozmetikumnál természetesen ez nem kívánalom, mivel ami a természetben lemosható a vízzel, az minden esetben egy természetes hatóanyagot fog feltételezni. Tehát ismételjük meg egy erősebb verejtékezés, illetve tartós vízben tartózkodás követően az applikálást, de egyébként két óránként szintén ugyanúgy vigyük fel a gyerekekre, és próbáljuk meg azt, hogy 11 és 3 óra között napernyő alá árnyékba vonulunk, illetve egy kis apró kis csemetéket, mondjuk ilyen esetben egy kis könnyed pamutruházattal védjünk. És Anett, mi a helyzet a pigmentfoltokkal? Mert ha jól tudom, akkor azt úgy szokták halványítani, úgy lehet eltüntetni, egyáltalán el lehet. És nyáron azt szokták mondani, hogy nyáron sajnos ezzel nem nagyon lehet mit kezdeni, vagy legalábbis az én információim szerint. Viszont ilyenkor, amikor nagyon sokat süt a nap, akkor sajnos még jobban előjönnek. Ez ellen tudunk valamit tenni? Igen, természetesen szerencsére lehet halványítani nyári időszakban is a pigmentfoltokat. Ebben az esetben az arcápolási rutin részeként szoktuk javasolni a kiemelt fontossággal bíróan a fényvédő termékeknek az applikálását. Ez történhet rétegezve is, tehát egy fényvédős nappali krémet egy természetes fizikai fényszűrőt tartalmazó CC krém kövessen, így biztosak lehetünk abban, hogy megfelelő rétegvastagságba kerül applikálásra az adott termék. Ez az alapja. Aztán a bőrápolási nagy rutinba hetente kétszer egy olyan hatóanyagot is bevezethetünk, amelynek arbutina neve. Ez fényérzékenyítő savaktól mentes hatóanyag, és egy radírpakolás formájába applikálható bőrünkre. Megnedvesített bőrünket átmasszírozzuk vele, nem kell tartanunk attól, hogy későbbiekben aztán a nap esetleg előhozná a pigmentfoltokat. Nagyon szépen visszaszorítható vele a nyári időszakba is, illetve megfelelő fényvédelem mellett ezzel a hatóanyaggal visszaszoríthatjuk, nem engedhetjük így elmélyülni ezeket az apró pigmentfoltokat. Hát Anett, nagyon szépen köszönöm, olyan gyorsan elszaladt az idő, pedig még tudnánk miről beszélni, majd legközelebb folytatjuk. Köszönöm szépen a meghívást. Köszönjük. Szezonja van a toklásznak, az egérárpa termése augusztusig veszélyezteti elsősorban a hosszú szőrű kutyákat. Komoly bajt is okozhat a szövetekbe fúródó növény, mert mélyrehatol és házilag nehezen eltávolítható. Az állatorvosok szerint az időben érkező kutya jól műthető, nem érdemes tehát halogatni. A toklászok gyakorlatilag az egérárpának a termése, ez egy kalászos növény, ami főleg májustól kezd el nőni, ez gyakorlatilag a termése, ami májustól augusztusig megszárad, és ez a száraz termés az, ami befúródik a kutyusoknak a bőrén keresztül, ugye a bőr alá. Ez úgy tud zajlani, hogy egy hosszabb szőrű kutyusnak a szőrébe beakad, és mint egy horog így megy beljebb és beljebb, tehát hogy kifele nem tud mozogni, csak is
egyedül befele, és úgy fúrja magát nagyon kellemetlen rossz helyekre. A leggyakoribb az hosszú szőrű kutyáknak, például a spánieleknél, és az egyik leggyakoribb előfordulási terület az a fül. Ilyenkor azt látja a gazdi, hogy olyan furcsán hirtelen kezdi el rázni a füleit, ferdén tartja a fejét, nagyon fájdalmas, ha hozzáérnek a füléhez. Gyakorlatilag ilyenkor a dobhártyáig, vagy még azon keresztül is át tudja fúrni magát, ilyenkor mindenképpen állatorvosi beavatkozásra van szükség, és el kell távolítanunk azt a toklászt onnan. Ilyenkor sérülhet egyébként a dobhártya is, de hogyha eltávolítjuk, akkor utána szépen tud gyógyulni. Ahol még előfordulhat, ott a szem például be tud fúródni így a harmadik szemhéj alá. Ezt lehet, hogy nem látja a gazdi, csak azt tűnik fel neki, hogy nagyon hunyorog a kutyus, nagyon könnyezik a szeme, kapdos a szeme felé, ilyenkor is el kell távolítanunk ezt a toklászt, és gyakran okozza a ruhártya sérülést is, elég csúnya sérüléseket tud okozni, de ha eltávolítjuk, akkor nagyon szépen és gyorsan meg tud gyógyulni. Ahol még előfordulhat, az az orr. Ilyenkor szintén hirtelen fellépő erős tüsszögést lát a gazdi, orrfolyást esetleg, nagyon-nagyon tudja zavarni a kutyusokat ilyenkor is, tehát hogy ezeket mind állatorvosi beavatkozással tudjuk eltávolítani. Ornál előfordulhat, hogy még endoszkópos beavatkozásra is szükség van, ugye annyira szűk az orrjárat, hogy esetleg csak endoszkóppal érjük el, és tudjuk kihúzni. A kutya megpróbálja ilyenkor kiszedni ezeket a toklászokat. Például, amikor a lábúja közé fúródik be, akkor is azt veszi észre a gazdi, hogy nagyon-nagyon nyalogatja azt a tájékot, teljesen kinyalja már ott a szőrt is esetleg, és az szokott lenni a probléma, hogy a talpon bemegy, és a lábfejem meg kifúrja magát, és akkor ott nagyon-nagyon erősen nyalogatja a kutyus, nem tudja magának azért olyan jól eltávolítani. Persze vannak olyan esetek, amikor már úgy érkezik be a gazdi a kutyusra, hogy csak a járatot találjuk meg, és a toklás szerencsésen távozott, de ez azért a ritkább eset. Én kutyusom biztos, hogy a szájával próbálná ugye ezt eltávolítani, de a szájban is van nyálkahártya. Igen, itt is be tud fúródni a fogak közé az inyhez, ez is egy előfordulási terület, ez egy kicsit ritkább, illetve még előfordulhat a hónajban és egyéb kényes területeken, így a végbélnyílásnál, a nemi szerveknél is, de tényleg a leggyakoribb, amit látni szoktunk, ez a fülben és a lábujjak közénél. Ezért azt szoktuk javasolni, főleg hosszú szőrű kutyusoknál, hogy nyáron mindig érdemes kivágni a lábujjak közénél a szőrt, rövidre nyírni a kutyust. Egyrészt ez a toklászok szempontjából, másrészt a meleg miatt is könnyebbséget számít, vagy hőkönnyebbség nekik, és spánieleknél nagyon gyakori még ez a fülben lévő toklász. Ilyenkor elmehetünk úgy sétálni, hogy a kutyus fülét egy vatapamacsal bedugjuk, hogy ne tudjon fennakadni, vagy ne tudjon mélyebbre menni a toklász. Azt szoktuk javasolni, hogy minden séta után nézzék át alaposan a kutyust, a lábujjak közét, a fület, esetleg a hosszabb szűrő részeket, hogyha még időben meg tudjuk találni a toklászt, akkor távolítsuk el, mielőtt befúródik. Rövid szűrő kutyák biztonságban vannak? Azt gondolom, hogy biztonságosabb számukra, mint egy hosszú szűrő kutyusnál. Ez mindenhol előfordulhat, és főleg olyan helyeken fordul elő a toklász, ahol gyakran sétáltatunk kutyusokat, például a járdaszegélyek mentén, vagy egy olyan kaszálómezőn, ahol nincsen rendben tartva a növényzet, tehát ott nagyon szépen el tud szaporodni, és nyilván ott teresszük szabon a kutyust, hogy játszon, és ott nagyon könnyen telemegy a bundájuk ilyen toklászokkal. Mi van, ha valaki elkésik az állatorvosi kezeléssel? Látni fogja a gazdi, hogy nagyon nem javul az a fülfájás, az a fejoldaltartás, vagy nagyon hunyorog a szemével. Azért elég időben be szoktak érkezni a gazdik, mert nagyon feltűnőek ezek a tünetek. Egy hónapig csak az életben maradásért küzdött a szombathelyi állatkórház állatorvosa, a triatlonozó Varjú Gábor. Aztán több mint fél évig tanulta újra legyőzni önmagát és a korlátait. Kerékpáros edzés közben Csákányoroszlónál hajtott neki egy teherautónak. Most már otthonában fogadta stábunkat. Terveiről kérdeztük. Időfutam biciklivel mentem, aminél így előre görnyed az ember a rákönyökör a kormányra, és mindig fel kell nézni, hogy mi van előttem, és nem néztem fel, és az út szélén ott parkolt egy teherautó, és annak sikerült neki menni. Hát így ha sík vidéken megyek, akkor egy ilyen 35-40 km közötti tempóval szoktam haladni,
és valószínűleg így történhetett a baleset ennél a sebességnél. Részletekre semmire nem emlékszem. Én úgy gondolom, hogy sok-sok véletlen történik az ember életében, és néha van olyan, aminek ilyen fatális kimenetele van, hogy akár utána két hétig élethalál között lebegek, és egy maradandó komoly mozgáskorlátozás lett a következménye. De nem érzem ezt egy végletes tragédiának, nem úgy élem meg. Volt pár nap, amikor így erősen gondolkoztam róla, hogy vajon miért történt ez. A jelen helyzetből mit lehet a legjobbat kihozni, ezzel kell törődni. Végülis eddig is ezt tetted. Igen, igen. Hát ez a baleset után sem változott semmit. Most ilyen helyzetben vagyok, ezzel kell élni, kár ezen hosszú távon törni magunkat, hogy a sors, vagy felsőbb akarat, vagy a véletlen, vagy hogy miért történt. Többetek társamon is láttam, hogy ezen emésztette magát, ez hosszú távon nem vezet semmire. Hogy vagy most? Hát egyre jobban. Én a legelején az intenzív osztályon voltam, ott szó szerint az életemért küzdöttek, és utána a legelemibb, legapróbb, vagy legegyszerűbbnek tűnő dolgokat is meg kellett tanulnom. Újra kellett tanulni lélegezni, nyelni, az vagy 10 nap volt, mire normálisan tudtam nyelni. Újra napokig tartott, amikor újra tudtam beszélni. A hangszálaim teljesen elgyengültek, újra edzésbe kellett hozni őket. És így megtanultam azt, hogy a legapróbb dolgoknak is örülni kell, hogyha meg tudjuk csinálni, hogyha kezet tudok mosni, az már nagyon jó, vagy fogat mosni, óriási élmény. Tehát így az apró dolgokat is megtanulja az ember becsülni. Ahhoz képest most már önállóan ki tudok szállni az ágyból, tudok közlekedni a kerekesszékkel, sőt, most már 2 hete bejárok a munkahelyemre, egyelőre csökkentett időbe, de műtéteket is végzek el, kezelek betegeket, vizsgálatokat csinálok, tehát ez óriási élmény. Mindig önmagadat akarod legyőzni minden helyzetben, ezt gondolom, hogy most is így van. Teljesen hasonló helyzet volt, mint amikor komolyan sportoltam. Ugyanúgy, ahogy már kerekesszékbe tudtam szállni, onnantól kezdve is hasonló céljaim voltak. Először az osztálynak a folyosóján mentem időre a kerekesszékkel. Először csak 5 kört tudtam megtenni, 24 perc alatt először, és azt így pár hónap alatt sikerült 8 percre redukálni. Utána már az intézet folyosóján a teljes intézetet jártam be, úgy köröztem, először 5 kört ott, aztán 10-et, aztán utána már jobb idő lett, akkor kiszabadultam, és kint is elkezdtem ezt a dolgot, és ugyanazt az élményt adtam, mint hogy mondjuk 35-tel megyek 180 km biciklin, ugyanazt az élményt adta az is, hogy így a kerekesszéket hajtottam, és próbáltam az adott körön jobb és jobb időket elérni. Ugyanúgy az önmagam legyőzéséről volt szó. Egy ilyen súlyos sérülés után a legfontosabb faktor, hogy mennyire lesz elégedett az ember az életével, mennyire érzi teljes értékűnek a párja. A legfontosabb, hogyha támogatja, akkor nagy valószínűséggel a sérülés fokától függetlenül elégedett lesz az életével, és úgy gondolhatja, hogy teljes életet fog élni, hogyha mellette van a társa, és mindenben segíti. Sajnos ott az intézetben nagyon sok olyat láttam, hogy felbomlottak kapcsolatok, igen sokan a munkájuk végzésére alkalmatlanná váltak, és a munkájuk nem támogatta őket, a munkanélkülivé váltak, egész súlyos szociális problémák is adódhattak ebből az egészből. Szerencsére engem ez minden téren elkerült. Így egy ilyen után látja az ember, hogy mi az igazán fontos, és
és ez a család az, az a legfontosabb. Az döbbentett rá, hogy, hogy így minden relatív, hogy a gyógytornászom mesélte az egyik betegéről, aki, aki tetraplékként, tehát kezei is bénultak voltak, így meg tudott tanulni kiszállni az ágyból a kerekesszékbe. Azt használta ki, hogy a időnként a kezeibe görcsök jelentek meg, és az, az annak a használatával sikerült neki megtanulni ezt az ágyból székbe transfert. Rengeteg erőt tapasztalhattál ezek szerint a környezetedben is, önmagadban is. Hát ott ez volt a norma. Helyre rakja az ember értékelését és önértékelését is, meg hogy mi fontos, mi kevésbé fontos, és tényleg az üzenete minden, hogy örüljünk mindennek a legapróbb dolgoknak. Ott a gerinc osztályon, aki már állni tudott, az egy óriási teljesítmény volt, aki még mondjuk korlátok között, vagy esetleg járókeretbe nagyon lassan járni tudott, vagy mozgatni a lábait, hát az már egy óriási eredmény volt, az szinte sztárnak számított. Tehát örüljünk mindennek, hogyha egy nap fel tudunk kelni, és észre se veszük, hogy milyen gyorsan felöltözünk, ez se természetes, de az se, hogy lélegezni tudunk. Én nekem az napokba telt, amikor a lélegeztetőgépet már úgy lekapcsolták a segítségét, és izomlázam volt eleinte a borda közizmaimba ettől a légző mozgástól. A munkában, amennyire lehet, szeretnék visszatérni, nyilván nem olyan szinten, meg intenzitással, mint korábban, de újra dolgozni. Ez most már részben meg is valósul, bár még csak másfél órákat dolgozom naponta, de ezt szeretném kiterjeszteni. Nagyon sok mindent most a fiatal kollégák átvettek, amiket én csináltam korábban. Elég sok olyan műtétet csinálok, amit nagyon kevés állatorvos, vagy akár itt a régióban nem is nagyon csinálnak. Ezeket is mind szeretném megtanítani itt a munkatársaimnak, és átadni. Illetve a sportban is vannak terveim. Felvettem a kapcsolatot egy jó barátom lett a Triatlon Szövetségnél a para szakágnak a felelőse, és vele felvettem a kapcsolatot, és segít, akár triatlonozni is szeretnék újra, úszni szeretnék újra, ami vagy kis bójával a lábomon, vagy akár anélkül is lehetséges. Az Óriban ilyen rehabilitáció is zajlik, ígéretem van arra, hogy ebben is segítenek majd. A kerékpározást azt handbike-kal csinálják, amit ilyen fekvő helyzetbe ülnek, és akkor így ilyen páros kézzel hajtják a handbike-ot, illetve a futás helyett vannak versenykerekesszékek, aminek nem két kicsi kereke van elől, hanem egy nagyobb, és egész komoly tempókat érnek el vele a versenyzők. Én amíg sportoltam az utolsó egy-két évben, azon mesterkedtem, hogy 3 óra alá a maraton időmet levigyem. Ez nem sikerült, de talán most majd kerekesszékkel ez is sikerülni fog. Szeressük az életet, örüljünk neki, és értékeljük az apróságokat is, amit teljesen természetesnek veszünk, az se az, és értékeljük mindent, a legkisebb dolgot is úgy, hogy az egy kis apró csoda, és szeressük. Köszönjük, hogy velünk tartottak, legközelebb augusztusban találkozhatnak velünk, mi addig is nagyon szép nyarat kívánunk mindenkinek, és szép hétvégét, viszontlátásra!